Az Architektúra blog mai adásában az egykori igazságügyi palota, más néven Kúria épületének felújítását mutatjuk be. Nem csak a felújítás kulisszatitkait leshetjük meg, hanem interjút ad Vaxler Tamás, a Trendül Imre program vezetője, maga is építészmérnök. Az első, ez az interjú egy különleges helyen készült, mint azt majd látni fogjuk. A mai adásban a Kúria felújításának első ütemét mutatjuk be. Ugye a Kúriát sokan úgy ismerik talán, hogy néprajzi múzeum, hiszen a legutóbbi időkig itt működött az intézmény. Eredeti neve ugye a Kúria arra utal, hogy alapvetően ugye itt a legfelsőbb bíróság és egyéb intézmények, igazságszolgáltatási intézmények működtek. Ez egy millenniumra, tehát 1896-ra átadott, gyönyörű neo-reneszánsz, kicsi neobarokk jellegű épület. Hausmann Alajos tervezte, akár a New York palotáról, vagy a budai vár újjáépítéséről is ismert. Ez a mesternek az egyik legnagyobb és legjelentősebb műve, hiszen a mögöttem látható nagy csarnok önmagáért beszél. Jelenleg az első ütem talán kevésbé látványos, mint majd a jövőbeli következő ütemek. Most tulajdonképpen az előkészítés, a műtárgyak, a falikarok, a kandelláberek biztonságba helyezése, a rekonstrukciós munkák előkészítése zajlik, hiszen itt rengeteg restaurátori szakág működik majd itt közre a munkák során, úgy üvegesek, asztalos és faipari restaurátorok. Külön hozzá kell majd nyúlni ugye a burkolatokhoz, a kőanyagokhoz, tehát ez egy hatalmas munka, és most ennek az előkészítése zajlik. Most mindent katalogizáltak, a mozdítható elemeket biztonságba helyezték, még nagy részüket az épületben, de majd később műhelyekbe szállítják ezeket. A palotában, ami a történeti Magyarország egyik legfontosabb épülete volt, nagyon igényes anyagokat használtak föl. Ugye itt mögöttem látszanak a márványok, különböző nagyon jó minőségű műmárványok, egyéb kövek. Az egyes szobrok azok fehér márványból készültek, tehát itt egy nagyon gondos munka történt 1896-ban. A mennyezetet egykor aranyozták, ezt a háború után kicsi átalakították, most egy ilyen bronz színű műaranyozás található, amelyeként a rekonstrukció során meg is marad, hiszen tulajdonképpen nagyon jó minőségben készült el, annak ellenére, hogy ez egy későbbi kiegészítés. Az utolsó folyosói padig nagyon igényes iparművészeti munkákat láthattunk egykor, és láthatunk majd a megújult épületben is. Most az igazságügyi palota nálunk, de a mi szempontunkból ez a beruházás ez két épületet tartalmaz, a másik a mögöttem elhelyezkedő Agrárminisztérium. Ez nálunk egy beruházásként zajlik, mert a két épület műszakilag a jövőben össze fog tartozni. Ami eddig zajlott ebben a két épületben, azok jellemzően a belső bontások és a hosszú időt igénylő restaurátori munkáknak az előkészítése. Amikor felfelé sétáltunk a kolléganőmmel, épp arról beszélgettünk, hogy egy kicsit olyan érzés, mint amikor az ember föntül egy lejtőt, és egy kicsi követ elindít lefelé, és aztán így lavinává válik, a szónak a pozitív értelmében értem természetesen. Tehát, hogy elindulnak apró döntések, hogy kéne valamit kezdeni, valamit kéne ide álmodni, ilyen típusú absztrakt döntések, és hogy halad előre, egyre konkrétabb tervek készülnek, az egyre konkrétabb tervek alapján kivitelezési szakaszok kezdődnek, és aztán eljön az a pillanat, amikor az ember körül, és azt jelenti, hogy sok száz ember dolgozik a projekten, és mindenki teszi a maga dolgát, és már nincs szinte olyan ember, hogy hát nagyon kevés olyan ember van, aki az összes részlettel tisztában van. Ezek nagyon, azt is mondhatnám, hogy ilyen misztikus pillanatok egy beruházás során. Ennél a szakasznál már majdnem elértük ezt a részt, de azért az igazán nagy az akkor lesz, amikor a beruházás derekán, amikor már nem bontás, hanem az építési munkák zajlanak, és akkor dolgozik sok száz ember. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy sétál a házba, hogy mi minden történik.
A igazságügyi palota egyik legmagasabb pontján vagyunk, azért mondom, hogy egyik, mert a két torony még ennél is magasabb. Itt tőlem balra a Triga nevű szoborcsoport hűlt helyét látjuk. Egy előkészítő szakasznak a végén vagyunk, és azért született az a döntés, hogy ezt most leszedjük, mert számos műszaki bizonytalanságot ki lehet küszöbölni, hogyha már most tudjuk, hogy pontosan hogyan volt rögzítve, mi volt a helye, mi van alatta. És így az előttünk álló nagy tenderben, ami az egész beruházásnak a fővállalkozó kivitelezőt választja ki, ennyivel is csökken a bizonytalanság. Ez egy olyan különös helyzet, hogy a ház egyik legmarkánsabb építészeti városképi eleme, ez a háromlovas kocsit ábrázoló szoborcsoport most itt hiányzik mellőnünk. Először is föl kell tárni. Szerencsénk volt abban, hogy aki ezzel a szoborcsoporttal korábban, néhány évtizeddel korábban foglalkozott, az ő segítségét is igénybe tudtuk venni, de ezzel együtt az, hogy pontosan milyen szerkezet tartja belülről a szobrokat, azt tudni kell, meg hogy milyen állapotban vannak a rögzítések. A feltárás után a hozzáértő szakemberekhez szétszerelik, és több darabba került ledaruzásra. Egy nagyon nagy autódarú állt itt napokig, és darabról darabra emelte le a szobor elemeit. Most itt állok ebben a hatalmas csarnokban, amit bizonyára sok olyan néző jól ismer, aki még a Néprajzi Múzeum időszakában járt az épületben. Most itt tárolják a belső nyílászárókat, vagyis a termek, szobák ajtajait, ezeket majd műhelyben fogják restaurálni. Most a díszteremben, vagyis az egykori legfelsőbb bírósági tárgyalóban állunk. Ugye látható, hogy az belső építészeti elemek nagy része megmaradt, viszont sok jelentős elem hiányzik. Itt például a bútorzat, tehát ennek egy hagyományos bírósági bútorzata volt, ugye a félkörívben elhelyezkedő padozat ugye a nézők, illetve a ügyészek, bírók, ügyvédek számára. Ez sajnos elpusztult, ennek a restaurálása természetesen majd megtörténik, és hasonlóan sajnálatos, hogy elpusztultak az üvegablakok, a Kossuth téren néző három nagy ablaknak az üvegablakai. Ezeket is természetesen helyreállítják. A tervek, az úgynevezett kartonok nem maradtak meg, viszont archív fényképek alapján látható, hogy milyen minta volt az ablakok egy részében, és ez alapján kiszerkeszthető a teljes alkotás. Most az épület Kossuth térrel átellenes oldalán vagyunk. Itt is található egy nagyon impozáns tárgyalóterem, hiszen ugye itt két bírói szervezet kapott helyet az eredeti épületben, tehát a kúria mellett a legfőbb ügyészség is itt működött, és ez az ő tárgyalótermük volt. Ennek a bútorzata és belső építészeti kialakítása jobban megmaradt, mint a Kossuth térre néző nagy teremé. Ez a pulpitus, ez egy filmes kellék, ez nem eredeti, viszont a mögöttem látható emelkedő patkó alakú padozat, az eredeti berendezési tárgy. Ugye, ha már filmes kellék, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a nagy terem és az egyéb helységek több film díszletéül is szolgáltak. Itt forgatták például Madonna főszereplésével az Evitát, vagy a Kém című James Bond paródia jellegű vígjátékot is. Az előbb utaltam arra, hogy ebben a programban, tehát ebben a beruházásban, aminek a munkaterületén most állunk, ebben két épület van. Ugye ez azért különös, azért szokatlan dolog, mert ez az épület, ahol most állunk, ez a kúria épülete lesz, tehát a legfelsőbb bírói fórum, a bírói hatalmi ág legfelsőbb szereplőjének az épülete lesz, az Agrárminisztérium meg értelemszerűen egy kormányzati épület. Olyan helyzet alakult ki a kormány korábbi döntései alapján, hogy a különféle költségvetési fejezetek közötti szakadékot átlépve egy beruházás keretében, azért, mert műszakilag így logikus, meg üzemeltetésileg így logikus, meg azért, mert ez a ház, ahol most állunk, ez egyik legértékesebb műemlékünk. Merem azt mondani, hogy Budapest három legértékesebb műemlékének egyike. És ennek a háznak a megkímélése érdekében egyes funkciókat, mély garázs, étterem, amire az előbb utaltam, a fűtési rendszer, a másik épületbe teszünk. Tehát a kevésbé értékes, bár szintén műemlék Agrárminisztérium épülete szolgálja ki ezt az épületet. Ehhez egy olyan bátor döntést kellett meghozni, ami eléggé kivételes. Azt gondolom, hogy a Steinmeier program valamiben különbözik egyéb állami beruházásoktól, akkor ez például egy olyan elem, amiben külön úton járunk.
miért Stein Imre? Azért, mert Stein Imre volt az országháznak nem csak a tervezője, hanem gyakorlatilag az építője is. Tehát az építés alatt végig ő irányította a folyamatokat. Egy korszakos nagy alak volt a mi szakmánkban, és a Kossuth téren pedig nyilvánvalóan teljesen megkerülhetetlen az ő szerepe. Először csak egy ilyen szellemes ötlet volt, hogy Stein Imre programként hivatkozzuk például a média megjelenésekben, de aztán utána kvázi hivatalossá is vált. Későbbi szakaszokban a kormánydöntések már a Stein Imre program következő szakaszairól szóltak, úgyhogy ezek a részei, és ezért Stein Imre.